A Sporté volt a főszerep szombaton a Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban, ahol egyebek mellett mászófal és biciklis ügyességi pálya várta a kicsiket és nagyokat. Az egészen extrémnek bizonyuló feladatok olykor-olykor kihívást jelenthettek a résztvevőknek. Erre készültünk, hogy extrém legyen, mindenképpen ez volt a hangsúlyos. Úgy látom, hogy a gyerekek élvezik, a szülők is próbálták, az exatlon pályán kifejezetten hatalmas verseny volt így a családban, a szülő és a gyerek között. Megbirkóznak vele. Nem tett másképpen Somogyi Nikolett sem, ő az exatlon pályát próbálta ki apukájával. Mint mondja, szerintük nem volt nehéz végigmenni az akadályokon. Volt olyan, amikor ugye a legvégén fel kellett mászni egy ilyen falon, és utána kellett lecsúszni a csúszdán, meg volt még, amikor ilyen falokon kellett ugye átmászni, meg ilyen voltak felállítva ilyen oszlopok, és azokon kellett keresztül menni. Az első alkalommal megrendezett esemény az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ segítő Fehérvár programja keretében zajlott, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében.